Császár Gábor vagyok, nézzétek ti is az NSO TV-t. Szerettük volna elsősorban kihasználni azt, hogy hazai pályán játszunk, ilyen nagyon jó közönség mellett. Másodsorban szerettünk volna magunknak bebizonyítani azt, hogy az elmúlt időkhöz képest mi ennél sokkal többet tudunk. Eléggé hullámvölgyben volt a csapat, mind védekezésben, mind támadásban, és igazából itt volt a lehetőség az, hogy bebizonyítsuk, illetve megmutassuk azt, hogy mi ennél sokkal többet tudunk. Valóban a fejfejemen mellett haladtunk az első fél időben a Szegeddel, és igazából a másik fél időben hálásnak nem maradtunk bent az öltözőben, hanem tényleg úgy jöttünk ki, ahogy az hozzánk méltó, és én úgy gondolom, hogy sikerült magabiztosan megnyernünk a mérkőzést. Most nekünk is egy nehezebb szakaszon beléptünk abban, amiben Veszprém már belelépett az ősszel, tehát elkezdtük ott a sorozatterhelést. Ez látszik is, ezelőtt 3 napon még ugye nem volt sérültünk, most mára lett ugye 5 is. Attól függően úgy gondolom, hogy aki a pályára lépett, mindenki megtette a maximumot, 100%-ot. Tényleg úgy érzem, hogy elhittük azt, hogy ide pontért pontokért jöhetünk. Nagyon sajnálom a második fél idő első 5-8 percét, nem tudom pontosan mennyit, a lényeg, hogy emberelőnybe kezdtünk, és ott nem lőttünk gólt, sőt labdákat eladtunk, és talán 3 zicser kontrát is kaptunk. Gratulálok a Veszprémnek, jó mérkőzést játszottunk, kicsit szomorú is vagyok, de hát ilyen a sport, megyünk tovább, ki kell javítani hibákat, és akkor talán még jobban partiba tudunk velük lenni. Az első fél időben olyan fura érzésem volt, úgy éreztem, hogy azért jól játszunk, de mégis az, hogy nagyon szoros volt az eredmény, Szeged elment 1-2 góllal. Utána, amikor visszajött a Mirko, onnantól kezdve éreztem azt, hogy a Mirko is nagyon sokat hozzátett a játékunkhoz. A védelem második fél időben feszesebb volt, akkor Mirko hozta védéseket, abból tudtunk futni, lerohanni. Támadásba is azért betalálgattunk, és utána már tudtuk tartani ezt az eredményt, ahogy mondtad. Nagyon jól küzdöttünk, és nagyon jól tartottuk magunkat, főleg védekezésben. És hát a második fél időben kaptunk egy 3-4, de lehet, hogy 5 kontragólt hirtelen, és mínusz 1-ről a Veszprém vezetett 4-el, és utána már nem bírtuk azt a 4-et nagyon ledolgozni. És azt hiszem, ez volt a meccs kulcspontja, hogy Veszprém térfelet cserélt, Ugalde került a balszélre, tudott indulni, és tényleg elő is indult, és gólokat lőtt, ez megpecsételte a sorsunkat. Hiába küzdöttünk utána, hogy fölzárkozunk, nem sikerült. Nagyon sajnálom, mert régen is játszottam itt a Szeged, de elég sok mérkőzést, és tudom, hogy nagyon nehéz volt Veszprémben egyáltalán egy szoros eredményt kiharcolni, és most ez egy olyan meccs volt, amikor meg lehetett volna. Sajnos nem, gratulálni tudok csak a Veszprémnek. Először számunkra ugye fontos volt ezt a mérkőzést ugye nagyobb differenciával megnyerni, mint hogy a Veszprém lesz a Szegeden. Ez sikerült, úgyhogy ez a legfontosabb. Azt tudni, hogy a Szeged folyamatosan fejlődik, a szenzációsan játszák, nagyon jól védekeznek, látszik, hogy mindenki tudja, hogy mi a feladata, és ezért nagyon nehéz ellenük játszani. A vesztes meccs után nem lehet boldog az ember, de az tényleg jó, hogy ez volt az első olyan mérkőzés, amióta én Szegeden vagyok, hogy végig partiba tudtunk lenni Veszprémbe a Veszprémmel, és ez mindenféleképpen pozitív és előrelépés, de azért még rengeteg mindent kell kijavítani ahhoz, hogy tényleg esetlegesen győzni tudjunk itt. Egész második fél idő olyan volt, hogy nem tudtam elképzelni, hogy kikapjunk, mert jó formában voltunk ott is, jól is játszottunk, meg volt a kapus teljesítmény, jó védelem, abból a lerónás, szóval összeállt a csapat úgy, ahogy kell. Nem görcsöltünk, hát így kéne játszanunk az egész meccsen. Most volt az, amikor azt éreztem, hogy lehetett volna, volt keresnivalónk, becsúszott ez az 5 perces rövid zárat, amikor kaptuk a kontragólokat, de mindenféleképpen ez biztató számunkra.